szembenéznek élettel, halállal, eszelős kártyapartit vívnak a pusztulással. A szexedi hivatásos tűzoltók ezzel a kisfilmmel köszöntötték az új évet, és biztosították a lakosokat, hogy 2022-ben is a segítségükre lesznek. Országosan több tízezerszer riasztották a lánglovagokat valamilyen esethez tavaly, de a Tolna megyéiek sem tétlenkedtek 2021-ben. Tolna megyében több mint 1680 esetben vonultak a tűzoltók mindenféle káresethez. Ebből 345 alkalommal segítségükre voltak az önkéntes tűzolt egyesületek is. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője azt mondja, nagy segítség a hivatásos állománynak az önkéntes egyesületekkel való együttműködés, hiszen nekik nagyobb helyismeretük van, mint a legközelebbi hivatásos szerveknek, és nem utolsó sorban gyorsabban oda is érnek az esetekhez. A szóvivő azt is hozzátette, számos olyan ügyel találkoztak már, hogy az önkéntesekből egyszer csak hivatásosak lettek. Az önkéntes tűzoltók egyesületek egy nagyon jó iskolája, belépője gyakorlatilag így a hivatásos szervezeten eltöltött munkának, tehát van ilyenre is lehetőség. Itt főleg a fiatalabb korosztály, aki ezt már el tudja gyakorlatilag kezdeni itt jóval korábban így ezeket a beavatkozásokat, ez mindenképpen előny. Tehát ez abszolút egy előny, hogyha valaki egy önkéntes tűzoltók egyesületnél korábban már teljesített szolgálatot, sokkal egyszerűbb a számára majd utána az iskolának is az végzése, valamint a beavatkozások alkalmával sokkal nagyobb rutinnal, magabiztossággal fog tudni helytállni. A három hivatásos szervezet munkáját három önkormányzat és 24 önkéntes tűzoltó egyesület segíti Tolna megyében. Mert időnk nincs soha megköszönni, hogy képesek értünk akár tűzbe menni.